Tisztújítás volt a megyei kereskedelmi és iparkamaránál. A küldött gyűlés megerősítette tisztségében a testület régiói elnökét. Miklósi Ferenc 2024-ig vezetheti a szervezetet. Hogyan zárta a kamara az elmúlt időszakot? Mik a fontosabb eredmények, és melyek voltak azok a célok, tervek, amiket átírt például a koronavírus járvány? Erről és az új ciklus fontosabb elemeiről lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Miklósi Ferenc, a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, gratulálok először. Köszönöm is, szépen. És ahogy látom itt a jegyzeteimben, nyílt szavazás, egyhangú döntés, eléggé egyértelmű volt ez az elnökválasztás. Igen, hát köszönjük mindenkinek még egyszer. Sokat tettünk a vállalkozókért, és hát természetesen nagy öröm és elismerésnek tartjuk, hogy ilyen bizalmat kaptunk tovább is, és hát ezt igyekszünk a jövőbe meghálálni. Elnök úr, milyen volt ez az elmúlt időszak? Itt a vége, sőt, ugye benne is vagyunk az új ciklus eleje, ez nem ígérkezik túl egyszerűnek a vállalkozók szempontjából. Hát igen, régenről indítanék, ez nekünk jubileumi év volt, hiszen többször elhangzott már, hogy az országban, Nagy Magyarországon a elsők között alakult meg a Debreceni Kamara 170 évvel ezelőtt. Sajnos ma már a mai Magyarországon azokból a 10-ből csak 3 van meg, és 10 megyés a meghatározó kereskedők, iparosok alakították. És hát a Debreceni Kamara mindig az ország gazdaságért meghatározó szerepet töltött be, és hát én azt hiszem, hogy így volt ez az elmúlt években is, hiszen mind kezdeményezésbe, mind a anyagi hátterekbe, mind a vállalkozóval való kapcsolattartásba meghatározó szerepet vittünk, és azt hiszem, hogy jövőben is ezt a tendenciát folytatjuk. Az elmúlt 10 évben én azt hiszem, hogy különösen a magyar kereskedelmi és kamarai mozgatót sikeresnek látom, hiszen ma már egyedüli meghatározója azok vállalkozók integrálásának, vállalkozói képviseletnek, vállalkozói önkormányzatnak, és hát komoly gazdasági törvényeket nem is hoznak meg a kamara javaslata nélkül, vagy megkérdezése nélkül. Természetesen a törvényhozók döntenek, de nagyon sok mindent a kamara kezdeményez, és nagyon széles körbe kikérjük a véleményt, és ez ment a pandémiás időszak alatt is, hiszen az operatív bizottságban, amit a kamara, országos kamara javaslatokat tett, annak mintegy egy negyede, egy harmada a Hajdú megyei vállalkozók javaslatai voltak, és hát sajnos, hogy ez az időszak visszavetett, és még mind a mai napig a gazdaságra ráhatással van. Én meggyőződésem mondom, hogy egy nagyon dinamikus mind az országos növekedést, mind a régió növekedését, és mind a gazdasági, a helyi, megyei is, de vállalkozó növekedést is, gazdasági növekedést azért jelentősen megtörte, és még ha nem is olyan nagy mértékben, mint mondjuk egyes nyugat-európai országokban, vagy most a cseheknél is, amint látjuk, bízunk benne, hogy azért nálunk meg tudjuk ezt a szintet közel tartani, de mindenféleképpen egyes iparágok rendkívüli módon megviselték, és hogy mikor térhetünk vissza ehhez az új dinamikus, elindult dinamikus növekedési pályára, ez azért még kétséges, ennek egy-két évnek el kell telni. Mondaná egy-két szektort, ágazatot, ahol a legnagyobb a visszaesés, amelyeket a legjobban megtépázott a járvány? Hát elsősorban az idegenforgalom az, és ott is a Budapest, a térsége, mert amelyik döntő részen azért a külföldiekre volt építve, az jelentős mértékben drasztikusan visszaesett. Hál' Istennek vidéki területek, így a Hajdúság vagy Szoboszló is azért ebbe kompenzált. Bizonyos szolgáltatási ágak, vendéglátás, de bizonyos szemtől a kiskereskedelem, de hát jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, most már talán kezd helyreállni a gépjárműipar, a feldolgozóiparnak egy része, nehezebben jöttek be az import alapanyagok, készletek, lecsökkent a piaci érdeklődés, tehát több terület az, és hát azért egy-kettő, amelyik mondjuk tudta tartani a versenyt, ilyen például, amiben a Hajdú megye jó, a gyógyszeripar, de bizonyos tekintetben az élelmiszeripar is, és bízunk benne, hogy azért
a megjelent projektek, programok keretében, amik igyekszik egész Európába és EU-ba, de kiemelkedően Magyarországon is ezt a kompenzálni úgy, hogy új forrásokat biztosít, aki természetesen dinamikus növekedést akar és lát, és stratégiailag ezt tudja optimistán megvalósítani, azt mindenféleképpen kompenzálásnak megvan az esélye és a lehetősége. Természetesen nagyon fontos lenne, hogy minél előbb megnyugtatóan meglennének azok a szakemberek által mondott gyógyszeri feltételek, hogy azért ne egy retteget vagy félt, vagy bizonyos mozgást a napéletet csökkentő, vagy korlátozó tevékenység legyen, hanem egy átlagos influenzás hasonló betegség, és akkor egy-két év alatt megint a növekedés pályára tudunk állni. Az egyetem, kamara, önkormányzat hármasa milyen együttműködés vár erre a triumvirátusra, ha mondhatom így, a következő időszakban? Azzal egészíteném ki, hogy a negyedik a megyei önkormányzat, hiszen ma a kreatív régiók különböző fejlesztések a megyékhez vannak helyezve, és nekünk nem csak a város, hanem a megye valamennyi települése fontos. Rendkívül jó kapcsolatokat tartunk, és ki van építve nekünk is a megyei szervezetünk, de gyakorlatilag a önkormányzatoknak elsősorban feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy itt egy növekedés legyen, amelyiket rendkívül jó menedzseléssel tudja biztosítani. A tudás, elméleti tudás az egyetemnél van, döntően oda van koncentrálva, hiszen úgy alakult ki kevesebb a vállalkozásoknak. És hát a piaci ismeret, vállalkozási ismeret, ennek a piacra vitele lehetőség a vállalkozásoknál van. Tehát az, ha ez az összefogás, ez jól megy, és célunk az, hogy a magas szintű oktatás, magas szintű kutatás, fejlesztés, ami folyik, ezeket elsősorban megyei és magyar vállalkozásokon keresztül hatékonysággal termeljék, és menjen a piacra, minél több exportpiacra, akkor jelentős lépést tettünk fel a növekedés vagy a térség gazdagodása felé. Lesz feladat, lesz munka, jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen mindenkinek, azt kívánjuk. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!